Álló taps fogadta a parlamentben Lech Wałęsa volt lengyel államfőt, a Nemzetközi Visegrádi Alap és az Antal József Tudásközpont Visegrád Bridge díjának átadóján. A politikus a lengyel szolidaritás vezetőjeként vált ismerté. Hosszú évek harcai után 1978-ban sikerült kivívnia, hogy szabad szakszervezetek alakulhassanak Lengyelországban. Államellenes tevékenységei miatt többször vették őrizetbe. A Nemzetközi Visegrádi Alap és az Antal József Tudásközpont most a Visegrád Bridge díjjal tüntette ki Lech Wałęsát. Lech Wałęsa azt mondta, hinni kell a közös Európában, amely értékeken alapul. Az európai nemzetek külön-külön nem tudnak előrejutni, csak együtt közösen lehet előrelépni. Le kell küzdeni a megosztottságot, de a globalizációt össze kell kapcsolni az értékrend megőrzésével. Lech Wałęsát 1990-ben Lengyelország államfőjévé választották. Nagy szerepe volt a visegrádi együttműködés létrejöttében. Lech Wałęsa a hétköznapi valóság embere volt. Azé az igazságé, amelyet a diktatúrák mindig megpróbálnak megtagadni, és amelyet a szabad világ politikai vezetői is egyre gyakrabban próbálnak figyelmen kívül hagyni. Mostantól minden évben kitüntetnek egy-egy embert a politika, a gazdaság vagy a diplomácia területéről a visegrádi országok érdekében végzett munkájáért.